A családok átmeneti otthonának segítettek a Miskolci Borbarátok és a Rotary Klub Miskolci Angyalok. Az ökumenikus segélyszervezet Avasi telephelyének egy boros rendezvényen több mint 400 ezer forint adományt gyűjtöttek. Ebből az összegből pedig fotelágyakat és televíziókat vásárolt a két szervezet. Az átmeneti otthonban jelenleg 12 család él. Ezek az eszközök az intézmény vezetője szerint sokat segítenek a mindennapok során. Az ökumenikus segélyszervezet családok átmeneti otthonába látogattak a Miskolci Borbarátok és a Rotary Miskolci Angyalok képviselői. Nem érkeztek üres kézzel. Az asztalon vadonatúj televíziók sorakoztak. Többek között ezeket vásárolták abból az adományból, ami még egy tavalyi boros rendezvényen gyűlt össze. Ez az Essencia rendezvényünk keretén belül valósult meg, ahol a borászhölgyeket hívtuk meg erre a rendezvényre. Maga az ötlet már az előző Essencia során is felmerült, hogy kellene egy ilyen borjával is csinálni, ami egész rendhagyó itt Magyarországon. A Rotary klubosokkal összeakadtunk, és nagyon jó társa lehetünk bennük, és ez elindult egy párbeszéd. A zenepalotában megtartott eseményen 20 palack különleges bort árvereztek el. A közönség számára szinte presztízs kérdés volt, hogy minél magasabbra sófolják fel az árat, és nagyon lelkesen licitáltak, akár barátok, házaspárok is egymás ellen. A jótékonysági rendezvényen több mint 400 ezer forint gyűlt össze. Ebből a pénzből pedig olyan tárgyakat és eszközöket vásároltak, amire az átmeneti otthonban nagy szükség volt. A 7 darab televízión kívül 2 fotelágyat is tudtak vásárolni. Amikor megkaptuk ezt a felajánlást, akkor nyilván nagyon örültünk neki, hiszen mindig szükség van ilyen televíziókészülékekre például, hiszen a családok itt laknak nálunk bent, és akkor ez nagyban megkönnyíti azt, hogy egy kicsit ők is ki tudjanak kapcsolódni, hiszen nekünk is már elég régi tévéink voltak itt, úgyhogy most már éppen megérett a cserére a tévéparkunk, úgyhogy ez egy nagyon nagy segítség számunkra. Az átmeneti otthonban jelenleg 12 kisgyermekes család él. A nehéz helyzetbe került szülőknek maximum másfél évig tud lakhatást biztosítani a szervezet annak érdekében, hogy ne veszítsék el gyermekeiket. Ez alatt az idő alatt folyamatos segítséget kapnak a családgondozóktól, hogy sikerüljön táplálniuk.